éli a jégen. Ha-hó, pokolyó! Ha-hó! Hoppá! Óvatosan! Ez csúszós, tudod? Megmondjátok pokolyónak, mi ez a fagyos, csúszós valami? Jég! Ez a jég! Igen, ez jég! Pato korcsolyázik a jégen. Megpróbálod, pokolyó? Gyönyörű! Ős tehetség vagy! Ez a két korcsolya bajnok ma kitűnő formában van. Lenyűgöző a stílusok. Egy emelés és egy rendkívül nehéz helikopterszerű mozdulat Patótól, melyet hibátlan földetérés követ. A két korcsolyázóra jellemző ez a különlegesen kecses stílus. Hűha, tökéletes befejezés! Két profit láthatunk a pályájuk csúcsán. De lássuk, vajon a zsűrinek mi a véleménye a produkcióról. Babapók, tízest ad neki! Tízes szundi madárkától is. Valentina, 0-1. Aha, tízes! Remek pontszám két remek korcsolyázóra. És most következzék valaki, akit mindannyian nagyon várunk. Elli a legkecsesebb táncosok egyike. Sportos, nőies, elefántos, győztes kombináció. Már kezdi is. Csodálatos, micsoda nagy... Ahajaj. Elli, nem esett bajod? Ó, Pokolyó és Pato már ott is vannak, hogy felsegítsék Ellit. Jajaj, de... Ó, ha-hó, polip! Tessék, lesz egy táncpartnerem. Ki lesz az? Egy fűrész? Vajon mire készül? Ez bálna! Tudjátok, a bálnák általában nem szoktak korcsolya versenyeken indulni, ez valami különleges dolog. Fantasztikus ugrás! És most elkapja? Ez látványos lesz. Ó! Csodás! Lássuk, mit szólnak hozzá a bírák! Alapók tízest ad! Szundi madárka még keményen dolgozik. Micsoda feszült pillanatok ezek a zsűri számára. Na és te, Valentina? Egy tízes Valentinától! Most már minden rajtad áll, Szundi madárka. Úgy látszik, döntött. Szundi madárka pontszáma egy kocsit vezető kalapos Margaréta. És újra itt van Eli. Úgy látom, szüksége volna egy kis bátorításra, hogy visszamerészkedjen a jégre. Segítsetek, mondjuk meg neki, hogy próbálja újra. Próbáld meg újra! Menni fog! Na, elindult! Nagyszerű! Káprázatos! Ajaj! Ó, Patót megint palacsintává alapították. De már ismét talpon! Ruganyos egy kacsa! Viszont úgy látom, Eli már nem akar ilyet játszani. Talán jobban menne neki, ha egy ügyes korcsolyázó segítené. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, ki segíthetne Elinek? Pokolyó és Pátó! Úgy bizony, remek ötlet! Segítsetek neki! Mi ez? Úgy látom, Elinek segítenek a barátai. Nagyszerű! Gyönyörű! Eli, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb beletanulsz. Ügyes vagy! Éljen, Pokolyó! Éljen, Pato! És Eli... Hová tűnt?
Hűha! Oda nézzetek! Ilyen előadást egy életben csak egyszer lát az ember. Csak az elején kellett neki egy kis segítség. Káprázatos! Micsoda bravúros mutatvánnyal lepett meg minket ez a rózsaszín ormányos hölgy. De lássuk, a bírák mit szólnak hozzá. Tehát... 3 10-es és még 2, a tökéletes pontszám. És a többi versenyző is csupa 10-es kapott, ez az, éljen Eli, és az, hogy segítünk a barátainkon. Pápá, nem sokára találkozunk. Kis felhő. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Pokolyónak ma nagyon jó napja lesz. Játszani megy a barátjához, Patóhoz. Mi ez? Azt hiszem, ez egy árnyék. Igen. És úgy látszik, az árnyék téged követ, Pokolyó. Vajon minek az árnyéka lehet? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy minek az árnyéka ez? Igen, ez egy kis felhő. De vajon honnan jött? Itt van Pato. Ő talán tud segíteni. Igen. Hát, ugye így már nem annyira vicces, Pato. Hű, Patónak sem tetszik ez a felhő. Eső.
Szerintem sír a kis felhő. Felhő sír? Furcsa. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt hinném, hogy sír. De tényleg sír. Megbántódott. Vajon most mit csinálsz, Pokolyó? Támadt egy ötleted? Mi az? Felhő. Felhő. Értem már. Beszélni szeretnél a felhővel. Csodás ötlet, Pokolyó. De nem biztos, hogy a felhő hal téged. Tű, ez remek ötlet, Pokolyó. Ha együtt kiabáltak mindannyian, a kis felhő biztos meghalt titeket. Felhő, felhő! Sikerült! Szerintem a kis felhő szeret téged, Pokolyó. És szerintem talán... lehetséges ez? Azt hiszem, a kis felhő csak barátkozni szeretett volna. Barát. Pokolyó, felhő, barátok? Barátok. Szerintem a felhő szeretné elvinni a két új barátját egy kis utazásra. Téged is, Pato! Micsoda móka! Itt van Lula! És itt van Eli! Nézd, Eli! Pokolyó és Pato új barátot talált! Hát igen, ahogy mondani szoktam, semmi sem teszi annyira ragyogóvá a napunkat, mint amikor új barátokra lelünk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Nagy tüsszentés. Ó, nézzétek! Pokolyó, Pato és Eli tornyot épít. Egymás után teszik fel az építőkockákat. Ó, sziasztok! Ha-ha! Új, félek, hogy mindjárt összedől. Bocsánat. Ügyes vagy, Pokolyó. Most Pato jön. Pokolyó
folyó már volt, pató is volt. Úgyhogy most ki következik? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy most ki következik? Eli! Eli következik! Tűha! Hát ez jókora tüsszentés volt. Úgy bizony. Próbáljuk meg újra felépíteni a tornyot. Ügyes vagy, Pato. Most Eli jön. Eli? Ajjaj, félek, hogy megint elfújja. A mindenit. Igen, próbáljuk csak meg újra. Nagyszerű. És most Pato? Vajon hol lehet, Pato? Nem látod Pokolyó? Pato! Megtaláltad. Ügyes vagy. Újra megpróbáljuk, igaz? Gyerünk, Pato! Pato. Ajjaj, szegény Pato. Nem esett baja? Ugyan, Pato, ne hápogj már itt össze-vissza. De Pato, Eli nem szándékosan tüsszent. Az emberek és az elefántok nem tehetnek arról, ha tüsszentenek. Megesik az ilyesmi. Szerintem Pokolyó segíteni akar. Nagyon kedves tőled, Pokolyó. Félek, hogy Eli most nem érzi jól magát. Lehet, hogy játszani sincs kedve. Várjunk csak, gondolkozzunk. Hol a helye annak, aki nem érzi jól magát? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, mit csináljon Eli, hogy jobban legyen? Bújjon ágyba! Igen, Elinek ágyba kell bújnia. Aki megfázott, annak pihennie kell, hogy gyorsan meggyógyuljon. Úgy né. Eli biztos jobban fogja érezni magát, ha szúnyókál egy kicsit. Igen. És most felépíthetitek a tornyot anélkül, hogy ledöntené a tüsszentés. Ajaj, félek, hogy Pato elkapta a náthát Elitől. Vigyázzat! Hát akkor most, pápá, nem sokára találkozunk.
Esernyő, esernyő. Gyönyörű napos idő van ma ott, ahol Pokolyó barátunk él. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Tudod, hogy mi ez? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy mi ez? Esernyő! Ez egy esernyő! Esernyő! Úgy bizony, ez egy esernyő, Pokolyó. Esernyő! Nagyon jó! Az esernyő arra való, hogy... Igen, már értem. Pokolyó szeretné egyedül kitalálni. Ez igen, Pokolyó. Jól van, akkor hát... Ma gyönyörűen süt a nap. Bár kicsit, mintha a szél is fújna. Ó, nézd! Hisz ez Lula! Igen, nyitható és csukható. Nagyon jó. Hoppá, Pokolyó. Ajaj. Hát onnan hogyan fogsz lejutni? Ja, már látom. Ahogy már mondtam, gyönyörű napos idő van ma, bár néha fúj a szél. Igen, Pokolyó, nézd csak meg egy kicsit jobban. Szerinted mire jó egy esernyő? Mintha valaki hápogna itt. Bújunk-e? Igen, Pokolyó, de jó ötlet! Pato! Pato! Mi ez? Pato. Hogy? Az esernyő ugrabugrál? Biztos? Pato! Nézd csak, Pato, fészek! Semmi baj, Pato, kiketsz mereghetsz. Eli! Ahó, Eli! Eli talán tudja, mire jó egy esernyő. Vajon Eli most hova megy? Eli, csodálatos! Az esernyő erre is jó.
de használható ám valami másra is. És hamarosan... Pokolyó és barátai bőrigáznak. Ha csak... Pokolyó, szerinted mi védene meg benneteket attól, hogy csuromvizesek legyetek? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy mi védené meg az eső ellen? Az esernyő! Esernyő! Úgy bizony, Pokolyó. Az esernyő alatt nem ázol el. Éljen, Pokolyó! Hát... Mint ahogy már mondtam, gyönyörű, szellős, szeles, felhős, esős, napos idő köszöntött ma Pokolyóra és barátaira. De hála nektek, na meg Pokolyónak, senki sem ázott el. Pápá, nem sokára találkozunk. A mag. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi ez? Várjunk csak. Úgy néz ki, mint egy óriási mag. Ugye tudod, hogy mit csinálunk a magokkal, Pokolyó? Szerintetek ezt csináljuk a magokkal? A fejünkre tesszük. Nem! 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 Az italunkba tesszük. Igen? Nem! Nem, nem tesszük bele! Elültetjük? Igen! Elültetjük! Úgy bizony! Biztos vagyok benne, hogy hamarosan valami szép dolog nő ki abból a magból. Jól megvárakoztat minket, igaz? Tudjátok, a növekedéshez idő kell. Mi az, Pokolyó? Valami baj van? Jaj, értem már. Vécére kell menned. Addig vigyázunk a magra, jó? Csies! Ahó, szundi madár! Szép kis mag, igaz? Várj, most mit csinálsz? Ugye így már jobb, Pokolyó? Remek, mert el kell mondanom valamit. Az a helyzet, hogy a magodat... Szundi madár! Semmi baj, Pokolyó. Szundi madár csak egy kis finomságra vágyott. Most már minden rendben van. Nézzétek, itt van Lula. Ha-ho, Lula. Ajaj, Pokolyó, ébredj fel! Ébredj! Jajaj. Talán, ha ti is kiabálnátok velem, fel tudnánk ébreszteni Pokolyót. Mehet? Ébredj, Pokolyó! Ébresztő!
Ja, értem. Lula csak játszani akart. Így tényleg biztonságban lesz a magot pokolyó. Ha-ho, Pato! Jaj, Pato, tudom, úgy néz ki, mint egy tojás, de ez igazából egy... Ajaj. Mi ez? Na így most már tényleg biztonságban lesz a magot pokolyó. Senki sem tud hozzáférni. Nézzétek! Csodás! Ha-ho, Eli! Vigyázz! Ó, hát ez nagyon nem jó. Jaj, pokolyó, Eli nem szándékosan lépett rá a virágodra. Őt viszont elkapta a csapdád. Nem. Ajaj, Lula! Hű, nézzétek csak! Mennyi mag! Megmondja valaki pokolyónak, mi lesz ezekből a magokból? Virág! Egy csomó virág! Úgy bizony, sok-sok virág! Jut belőlük mindenkinek! Éljen! Éljen! Éljen, pokolyó! Ó, és persze, éljenek a barátok! Pápá! Nem sokára találkozunk. Eli pöttyei. Ha-ho, pokolyó! Ha-ho, Pato! Ha-ho! Piknikezni fogtok? Eli! Értem már! Tyű, micsoda remek ötlet! Eli nagyon szeret piknikezni. Ajaj, Eli valahogy olyan más lett, nem? Igen, Eli, mintha valami megváltozott volna a külsődön. Meg tudja mondani valaki Elinek, hogy most mitől néz ki másképp? Jó, semmi baj, Eli. Úgy látszik, összeszedtél valamit. De ne félj.
Bokolyó, Pátó, ne fussatok el Elitől. Az elefánt pöttyöktől nem kell megijedni. Eli ágyba bújik egy kicsit, pihen, és utána sokkal jobban lesz. Ennyi az egész. Szerintem Pokolyónak támadt egy ötlete. Tyű, ez csodálatos! Figyelj, Eli, ha bármire szükséged van, csak rázd meg ezt a kis csengőt. Pokolyó és Pátó azonnal itt terem és segít. Hát jól van, akkor ti ketten most mehettek is piknikezni. Figyeljetek csak, úgy hallom, Eli segítséget kér. Ó, szerintem Eli szomjas. Igen, így mi. Nagyszerű. Akkor most már mehettek is. Piknik! Ajjaj, már megint. Vajon most mit szeretne? Aha. Vanília. Csoki és puncsfagyit kér. Kis papírernyővel. Rendben. Hát, ha jól értem, Eli locsolókannát szeretne. Meg egy gördeszkát, egy rádiót, egy telefont és még egy csomó minden mást. Jaj, Eli, szerintem most már jobban vagy. Meg tudjátok mondani Elinek, miből gondoljuk, hogy jobban van? Eltűntek a pöttyei! Úgy bizony, eltűntek a pöttyei! Nincs több pötty! Eli, szerintem elfáradtak. Tudod, egész nap a te kívánságaidat teljesítették. Vajon Eli most hová megy? Igen, úgy látom, a barátaink mégiscsak piknikeznek egy jót. És annak külön örülök, hogy most már te is velük vagy, Eli. Éljen a piknik! Éljen Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Nagy hajszája.
Pöttyű, nézzétek, ez Pokolyó és Pátó. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Micsoda gyönyörű reggel! És milyen szép lufik! Hová mentek? Elihez. Értem már! Megmutatjátok a lufitokat Elinek! De jó lesz! Eli! Eli? Hajjaj! Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy Eli miért nem válaszol? Mert alszik! Eli alszik! Úgy bizony, Pokolyó! Eli éppen szundikál! Tű, micsoda remek ötlet, Pokolyó! Jó kis meglepetés lesz neki, amikor felébred. Hajjaj! A lufik! Jaj, ne! Eli, gyere vissza! A zummantó, hát persze, de jó ötlet, Pokolyó. De hová tűnt Eli? Eli! Jaj, ne! A lufik! Eli! Hű, majdnem leesett. Igen, ez az! Jaj, siess, kérlek, siess! Siess gyorsan, gyorsan! Nehogy leessen! Ugye van terved, Pato? Ügyes vagy, Pátó! De, ó, most mi lesz? Nézzétek, Eli merre felé megy! Szerintem Pokolyó és Pátó nem értette meg. Várjunk, megmondaná neki valaki, hogy Eli merre tart? A fa felé megy! Neki fog menni a fának! Szundi madár! Szundi madár! Szerintem most röppent ki a fészkedből, csak egy pillanatra. Ugyanis éppen erre felé gördeszkázik egy elég nagy rózsaszín elefánt. Mindjárt itt van! Thank you.
Szerintem Eli arra kíváncsi, miért hagytátok aludni ilyen sokáig. Na jó, én majd mindent elmagyarázok, Eli. Először felröppentél a levegőbe, aztán visszaejtőernyőztél a földre, aztán majdnem lezuhantál, de végül egy gördeszkára estél rá, és... Na mindegy, legalább aludtál egy jót, Eli. Mi meg átéltünk egy izgalmas kalandot. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Dupla buborék. Itt van Lula. Ahó, Lula. Hé, vajon mit figyel ennyire? Nagyon izgatott. Tű, nézzétek, egy buborék. Hát ezt várta Lula annyira. Vigyázz, Lula, nehogy... Kipukkazd. Ajaj. Tudod, Lula, a buborékok könnyen kipukkadnak. Fölötted van, Lula, gyorsan! Tudod, ott, ahol buborék van, kell, hogy legyen egy buborék fújó is. Ti tudjátok-e, hogy ki fújja a buborékokat? Pokolyó! Úgy bizony. Nézzétek, ez Pokolyó, és Eli is itt van. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ho! Szóval te fújtad a buborékokat. Buborék! Megmutatnád, hogy csináltad, Pokolyó? Igen, szóval beleteszed a pálcát a folyadékba, és utána fújsz egyet, hogy buborék legyen. Ez remek. Buborék! Most Eli is szeretne buborékot fújni. Ó, ugye gyönyörűek ezek a buborékok. Micsoda óriás buborék! Ügyes vagy, Eli! Buborék! Ha-ha! Oda nézzetek! Hé, egy pillanat, mit csináltok? Ajjaj. Pedig annyira jól éreztük magunkat. Nézzétek szegény Lulát. Ő folytatná a buborék vadászatot. Pokolyó, kérlek, fúj pár buborékot Lulának. Miért buborék? Hát akkor te, Eli. Csak egy buborékot. Lulának. Szerintem Lulának hiányoznak a buborékok.
Kár, hogy nincs több buborék, igaz? Hiába. Pokolyó sem tud Lulának buborékot fújni, és Eli sem. Na, nézzük csak. Pokolyó folyadék nélkül nem tud buborékot fújni. De Eli sem tud, a pálca nélkül. Segítenétek Pokolyónak és Elinek? Mit csináljanak, hogy újra tudjanak buborékot fújni? Közösen! Együtt használják! Együtt? Tű, ez igazán remek ötlet. Na, így már mindjárt más. Buborék! Eli és Pokolyó, ügyesek vagytok. Közösen használjátok a buborék fújót, és együtt fújtok buborékokat Lulának. Szerintem úgy jobb játszani, ha megosztozol a játékaidon a barátaiddal. Kérdezz csak meg Lulát! Éljen Pokolyó, és Eli, és Lula! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pokolyó tudja. Ahó, Pokolyó! Hű, na hát! Igen, mi vagy, ki ez? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy ki ez? Eli! De hát mit csinál? Csűha, ezt nézzétek! Szerintem Eli golfozik. Hé, Pokolyó, lassan a testtel! Eli megmutatja, hogy hogyan kell játszani. Pokolyó játszik, Pokolyó játszik! Játszik, 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 játszik! Igen, 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 igen. Pokolyó, szerintem figyeld meg jól, hogy Eli hogyan csinálja. Aj, Pokolyó. Pokolyó tudja. Most komolyan, Pokolyó. Tessék, Eli elment. Hogy fogsz így megtanulni golfozni? Azt a baszta. Pokolyó tudja. Azért nem annyira könnyű, igaz? Pokolyó tudja.
Továbbra sem megy, igaz? Egy trombita. Ha megkérted volna Elit, szerintem biztos, hogy... egy locsoló kanna. Ajaj. Eli, Pokolyónak nagy szüksége volna a segítségedre. Támadt egy ötletet? Pokolyó tudja. Pokolyó, szeretnél megtanulni golfozni? Szerintem van valaki, aki segíthetne neked. Aki már korábban fel is ajánlotta, hogy megmutatja. Tudod, kiről beszélek, Pokolyó? Eli megmutatja Pokolyónak. Igen! Most jól figyelj, Pokolyó. Nézd meg, Eli hogyan csinálja. Hát... szerintem most már te is megpróbálhatod. Pokolyó, várj! Ó, ne. Meg tudnátok mondani neki, hogy mit csinál rosszul? Igen, most jó, Pokolyó! Micsoda ütés volt! Éljen, Pokolyó! Éljen a tanítás és a tanulás! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Zsonglőrlabdák. Ha-ho, Pokolyó! Nézzétek csak! Eli meg mit csinál? Meg tudná mondani valaki Pokolyónak, hogy mit csinál Eli? Zsonglőrködik! Eli zsonglőrködik! Úgy bizony! Eli zsonglőrködik! Jó játék lehet, igaz, Pokolyó? Pokolyó zsonglőr! Ajaj. Tudod, sok idő kell ahhoz, hogy megtanulj zsonglőrködni, Pokolyó. Eli, te hogy tanultad meg? Szerintem mindjárt megmutatja. Ezek szerint Poli tanította meg Eli zsonglőrködni. Gyerünk, Pokolyó, csak bátran. Tudom, Polip, hogy zsonglőrködni nem könnyű.
de Pokolyó annyira szeretne megtanulni. Utánozod? Nagyon ügyes vagy. Pokolyó, szerencséd van. Poli tanítani fog. Pokolyó, zsongla! Ez érdekes. Szerintem Polip azt akarja, hogy ugrálj, Pokolyó. Nagyon jó. Szerintem Polip azt akarja, hogy gömbölyödj össze labdává, Pokolyó. Hallgass ide, Pokolyó! Az biztos, hogy egyre jobban csinálod azt a valamit, amit csinálsz. Pokolyó zsangra. Csű, ez vajon mire való? Úgy látszik, Polipnak egy kicsit melege volt. Nagyon érdekes. Polip most azt kéri, hogy nyisd ki és csukd össze az esernyőt. Vajon mire gondolhat? Nagyon jó, Pokolyó. Mi ez? Úgy látom, Eli és Polip együtt fognak bemutatót tartani. Szerintem Polip azt szeretné, ha segítenél neki a bemutatóban, Pokolyó. Igen, te! Menj csak! Értem már, hogy Polip miért ezt gyakoroltatta Pokolyóval. Ahhoz, hogy zsonglőrködj, még kicsi vagy, Pokolyó. De ahhoz nem, hogy veled zsonglőrködjenek. Mégiscsak részt vehettél a műsorban, és te lettél a bemutató fő attrakciója. Éljen, Pokolyó! Bá-bá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.